Először is szívből gratulálok az édesapának és a nagybácsinak a legifjabb Iváncsik érkezéséhez. Köszönjük. Gondolom, ez most egy extra lelki töbletet jelent így a következő mérkőzésekre, nem? Mindenféleképpen, igen. Az előző múlt heti jótékonysági gála előtt azt mondtad, hogy nagy szerénye, hogy te nem tartozol a jó focisok közé, mégis az újságok a jobbak közé soroltak. Milyen volt ez a gála nektek, fiúk? Jó volt, nekem megmondom őszintén, nagyon-nagyon tetszett. Én abba bízom, hogy az elkövetkezendő időkben több ilyen hasonló megmozdulás lesz. Remélem, hogy mi is tudtunk segíteni, és remélem, hogy fogunk még segíteni. Tomi, megnyertük az alapszakaszt, legyőztük a Szegedet. Magyar kupában ott vagyunk a legjobb négy között, és csoportelsők lettünk a Bajnokok Ligájába is. Egyelőre minden a tervek szerint halad. Hogyan tovább? Most jönnek az igazán nehéz meccsek. Így van, mindig erről szoktunk beszélni, hogy most jön a neheze. Igazából most ugye a blokkot kaptuk a nyolc közé jutásért. Gondolom, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Most videóztuk azért legelőször. Biztos vagyok benne, hogy egy 4-5 ezer fanatikus szurkoló fogja őket buzdítani. És hát nem felejtsük el, hogy két mérkőzés áll rendelkezésre ahhoz, hogy valamelyik csapat tovább jusson, de úgy gondolom, hogy mi esélyesebbek vagyunk, de ezt be is kell bizonyítanunk. Említetted, hogy most videóztatok éppen. Mit láttok, mi a erősségük, gyengeségük esetleg? Én úgy gondolom, hogy nagyon vigyázunk el a gyors lerohanásaikra, hiszen két remek szélsővel rendelkeznek, igazából a belső embereik nagyon magasak. Pont azt a taktikát fogjuk választani, hogy a belső embereket jól át kell mozgatni, sok keresztmozgással kell játszanunk, igazából minél tovább gólhelyzetig kijátszani a támadásainkat, és gondolom, hogy a visszafutás egy óriási dolog lesz, tehát ez minden meccsre érvényes, úgy gondolom, hogy most ebben sem. Tomi, volt kis lábsérülésed, hogy állsz most ezzel? Igen, 3 hetet pihentem vele, vagyis 3 hetet kényszerpihenő voltam vele, most már teljesen felépültem, 100%-os, úgyhogy csapatának egyre fogok állni. Szembe fogtok nézni Eklamovics Nikolával, sokat játszottatok vele együtt, válogatottba is itt Veszprémbe, milyen lesz most ellene? Hát mindenféleképpen jó, várja ő is a mérkőzést, találkozunk, várjuk mi is. Nyilván most elég régóta nem találkoztunk, úgyhogy mindenféleképpen jó érzésekkel fogunk szerintem egymás ellen a pályára. Oké, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.